Köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, Családőrzők című műsorunkat látják. Egy héttel ezelőtt egy szokatlan adással jelentkeztünk, ugyanis témának a pályaválasztást választottuk, de úgy gondoltuk, hogy ahhoz, hogy elinduljunk ebben a témában, először kiöntjük a lelkünket. Akik velünk tartottak egy héttel ezelőtt, megismerhették mindannyiunk életét, illetve pályáját, illetve azt a körülményt, hogy hogy kerültek arra a pályája, ahol most vannak. Nézzük is, hogy kik ők, az állandó vendégek. Köszöntöm most is szeretettel Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, szervusztok! Köszöntöm Papp Csillát, életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És nem zoológus, hanem plébános és mentálhigiénis szakember Tornyai Gábort is. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A zoológussal arra utaltam, amit az előző adásban hallhattak hallgatóink, ugye, mint említettem, arról beszéltünk, hogy ki hogy került a pályájára. Annyit tudtam levonni a műsor végén, hogy valójában nem annyira veszélyes, és nem annyira égető feladat eldönteni, hogy hova is menjen a gyermek iskola után, hiszen itt volt a példa, hogy elindultunk mindannyian valamerre, és aztán egészen máshol kötöttünk ki. Jó ez így szerintetek? Hogy ez így alakul? Vagy sokkal könnyebb annak az élete, aki már úgy eldönti 10-14 évesen, hogy hova merre tovább? Szerintem nincsen jó vagy rossz ebben a dologban, illetve hogyha nekem jó, akkor ez rendben van. Tehát, hogy nincs elrontott dolog. Nyilván van olyan, hogy valaki mondjuk nem teszi oda magát a gimnáziumi évek alatt, nem tanul úgy, és nem jut be arra az egyetemre vagy főiskolára, ha van ilyen ambíciója, hova szeretett volna, de akkor megpróbálja egy évvel később. Tehát, hogy valójában szerintem nem lehet ezt annyira elrontani, hogyha valakinek már van egyfajta önismeret, és akkor megint behozom az elcsépelt önismeretet, ami sosem lehet az, hiszen a világ egyik legnehezebb dolga az önismeret. De hogy azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk valaminek készültem, vagy valahová 14 évesen mondjuk egy középiskolába felvételt nyertem, vagy beiratkoztunk, és ott eltöltöttünk 4 évet, az valójában csak előkészítése volt a továbbiaknak. Tehát az még nem a döntés döntése, hanem ugye utána jön az, hogy szakmát tanul valaki, vagy felsőoktatási intézménybe megy, vagy nem csinál semmit, hanem úgy marad és elmegy dolgozni. Tehát, hogy ez mindenkinek szíve joga, és az élet, ahogy magunkat hallgattuk az előbb, vagy a múltkori adásban, az előző adásban, az élet úgyis arra terel minket, és úgyis az élet a legnagyobb rendező, és úgyis ott kötünk ki, ha ki kell kötnünk. Tehát, hogy folyamatosan kapjuk. Te is mondtad, hogy te sodrottál, te azt tudtad, hogy mit nem, és hogy sodrottál, és tulajdonképpen jöttek, kínálkoztak a lehetőségek. Vagy nálad is, ugye? Jöttek a lehetőségek, kerested a gyerekeid miatt, vagy Gábornak jött egy olyan érzés, vagy egy olyan élmény, ami által azzá vált, amivé, vagy nekem, ami miatt az lettem, ami. Tehát, hogy ez szerintem az élet adja, az élet hozza. Az, hogy ezzel hogy tudunk élni, és hogy fogunk rá lehetőségekre, és hogy veszük ezeket észre, az már ugye az egyéni személyes fejlődés, és a személyiségünknek a feladata. Mert az merült fel kérdésként, amiről szintén a legutóbbi adásban is beszélgettünk, vagy legalábbis érintettük, hogy ez a szülő-gyerek viszony, amiről nagyon sok-sok alkalommal is beszélgettünk, hogy milyen izgalmas, meg nehéz feladat, és ezt ti sokkal jobban tudjátok nálam, mint szülők, hogy ismerem-e a gyerekemet, és vajon tényleg abba az irányba segítem őt kibontakozni, fejlesztem őt, amiben ő azzá tud válni, ami tényleg benne van, vagy pedig egy képet próbálok ráerőltetni, mi szintén előjött a legutóbb, amikor beszélgettünk erről, hogy amiben szerintem annak a gyereknek válnia kell. De hogy ez szerintem majdnem olyan kérdés, mint egy alapvető kapcsolati kérdéseink, akár egy párkapcsolati kérdés is, hogy az a másikra hogyan tekintek rá, hogy olyanná kell lenni, aminek szerintem neki lennie kell, vagy engedem, vagy segítem, vagy támogatom, vagy úgy szeretem, ahogy ő van. És a gyerekre azt gondolom, hogy úgyis, fontos úgy is tekinteni, hogy egy önálló személyiség, önálló valaki, akit nem én kaptam, hogy abból az legyen, amit én elképzeltem, hanem az én feladatom az, hogy abban segítsem, hogy ő kibontakozom, azzá lehessen, amivé neki lennie kell. És szerintem ez az a finom játék, de azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz játék is, hogy vajon jól segítem-e őt azzá válni, aminek neki lennie kell.
Mert hogy a gyerekek, ugye most megint csak a saját példám, hogy annyiféle ötletük van. Jó esetben. Ugye ez az egyik végret, amikor a gyereknek ezer ötlete van. A másik végret, ami azt gondolom, hogy a ma világában, meg különösen sok szülőtől hallom, hogy mondjuk a gyerek pont a bezárkózottsága miatt elveszíti a motivációját azért abban, hogy bármit is akarjon csinálni. Mert szerintem ez a másik véglete például egy pályaválasztásnál, amikor a szülő meg nagyon vakarja a fejét, hogy ő annyi mindent szeretne a gyerekével, de hogy a gyerek meg azt mondja, hogy hát ő igazából nem tudja, hogy mi akar lenni. Gyakran történik az, hogy a szülő úgy tereli a gyermeket, amerre a divatszakma viszi. Tehát azt mondja, hogy ebbe el fogsz tudni fejeszkedni, mert itt most kellenek az emberek, ebbe sok pénzt fogsz keresni, nem törődve azzal, hogy a gyereket érdekli-e. Hát az mindig nagyon nagy baj, hogyha a szülő megvalósítani akar, én azt gondolom ezen a területen. Egy picit én máshonnan fognám meg ezt a kérdést. Például régen voltak azok a dinasztiák, ahol apáról fiúra szállt a mesterség. Az egy teljesen természetes, orvos dinasztiákat ismerünk, színész dinasztiákat ismerünk, nagyon sok cipészeket ismerünk, tehát ugye ez egy bevett szokás volt ugye az előző évszázadok vége, a múlt évszázad, ez egy teljesen rendben lévő dolog volt, én azt gondolom. A másik, amiről én máshogyan gondolkodom, egy icipicit, én nem gondolom, hogy a szülőnek a dolga a mai világban kitalálni, hogy mi legyen a gyerekéből. Mert a gyerek fogja zsigerből tudni, hogy én itt otthon vagyok, én ezt szeretem, én ezt nem szeretem. És ugye nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy zenei tehetség. Hát ha sose találkozott hegedűvel, zongorával, akkor esélytelen lesz, hogy kiderüljön, hogy ő egy abszolút tehetség valamilyen formában. De teljesen más most, ha a saját gyerekemről beszélek, a legidősebbről, aki egy osztály kirándulást, nem tudom én, valamilyen üzemlátogatás kapcsán egyszer egy asztalos műhelybe bekeveredett. Az édesapja se foglalkozott ilyen, senki a környezetében, az én édesapám is autószerelő volt, tehát hogy egy teljesen más világ. És akkor ő megérezte a fának az illatát, és ő eldöntötte, hogy ő asztalos lesz. És azt mondta nekem, anya, asztalos akarok lenni. Elmentünk pályaválasztási helyzetbe, és mondták, hogy nem lesz asztalos, miért nem lesz asztalos? Hát, mert amit tudom én zöldre, valamire, valamilyen színárnyalatra szintévesztő. De hogy nem, ha az én gyerekem asztalos akar lenni, az asztalos lesz. Asztalos lesz. Tehát, hogy ez ebben az iskolában nem most veszik a másikba. A másik megyében tök mindegy, tehát akkor is el lehetett intézni mindent. De a másik véglet, kicsi gyerek, állnak az ablakba, és jön a kukásautó. Anyai, kukás leszek. Mindegyik fiam kukás akart lenni, hozzátenném, hogy hulladék gazdálkodás újrahasznos, tehát technológusok lettek mindegyik, tehát hogy igen, diplomás kukások lettek, ha így tetszik. Tehát, hogy a gyerekben egy csomó impulzus éri, és a szülőnek nem az a dolga, hogy eldöntse, hogy mi legyen ebből a gyerekből, hanem az a dolga, hogy mint egy gyönyörű salátástából megkínálja az élet dolgaival, adjon lehetőséget neki, hogy a gyerek belelásson ebbe, belelásson abba, belelásson amabba. Hogyha nem találkozik élet élményekkel, akkor nem fog tudni jó döntéseket hozni. Elvisik, ha nem lehet azt eldönteni, hogy én edző leszek, vagy óvónéni leszek, vagy pap leszek, vagy orvos leszek. Tehát ez így nem működik. Ha te nem tudod, hogy az mivel jár együtt, akkor neked vannak elképzeléseid, hogy majd zoológus leszel, meg nem tudom én mi leszel. Katona vagy vadakat terelő juhász, teljesen mindegy, de nem tudod, hogy az mivel jár együtt. Tehát azért nagyon-nagyon fontos, hogy életszerű élményei legyenek a gyerekeknek. Ez az egyik. A másik, úgy őszintén 20 évvel ezelőtt bárki tudta közületek, hogy itt ma milyen világ lesz, és most nem a járványra gondolok, hanem úgy egyáltalán, hogy milyen életet élünk. Tehát mire készítse fel a most születő gyermekét az anya, meg az apa, hogy 20-25 év múlva ő vajon miből fogja eltartani a családját? Bocsánat, hány szakma tűnt el a palettáról az elmúlt 30 évben? Snitt. Igen, igen, mondjuk én nekem... De jöttek újak is. Én bennem az van... Hát pont ez a... Igen, cserélődés. Bennem az van csak, hogy és nem tudom azt mondani, hogy ez egy jó megoldás, inkább csak amit én látok szülői mintákat, hogy amit mondjuk akár megint, azért volt jó az a múltkori adás, mert legalább veletek lehet példálozni, meg akár saját magammal is. Csak amit ugye a Csilla mondott, hogy az ő apukája elképzelte, hogy a lányából könnyű lesz, mert az egy biztos szakma, és az egy... Szóval én azt látom, hogy sok esetben a szülőnek a döntése, főleg amikor a gyerekét próbálja irányba állítani, az sokkal inkább arról szól, arról a fajta szülői magatartás, hogy a gyerekemnek a legjobbat akarom.
és ő még nem tudja, mert ő gyerek. És ez a kérdés, hogy és meddig gyerek, hogy a gyerek? Igen. Igen, tehát hogy mondjuk egy 17-18 éves gyereknek megmondom, vagy mondjuk egy óvodás gyereket elkezdek én abba az irányba eleve terelni, hogy ő ezt vagy azt a dolgot csinálja jobban. Lehet, hogy neki nincs rá tehetsége, de én tudom, hogyha abból a gyerekből ügyvédet akarok, színészt akarok, nem tudom micsodát, mert én azt gondolom, hogy az egy jól kereső szakma, akkor ő neki már most el kell kezdeni, mondjuk óvodában már angolul tanulni, de lehet, hogy már bölcsödébe. Kezdjen el angolul tanulni, mert ha közgazdász lesz a gyerekből, akkor tök jó lesz, hogyha már addigra ő angolul tud, mert én azt gondolom, hogy a közgazdászok jól keresnek, most mondtam valami akármicsodát. És ez az, én azt látom, hogy ez az egyik magatartás, ami alapvetően egy jó szándékú szülői magatartás, csak az a kérdés, hogy ez segíti ezt mondjuk abban a gyereket, és itt kapcsolódok hozzá, hogy ő tényleg azzá bontakozzon ki, ami benne van, vagy pedig bele van állítva egy irányba, ami a szülő a legjobb szándékával akar csinálni, de nem biztos, hogy hagyja, vagy a gyerek nem biztos, hogy ki tud törni ebből, és aztán végig küzdi magát mondjuk egy főiskolán, egyetemen, szakmunkásképzőn, akármicsodán, amivel neki egyébként meg nincs sikerélménye. És a végén rájön, hogy egy boldogtalan felnőtt lett, mert nem is ezt akarja csinálni. De nagyon még sok egy esetben. Dolog jutott eszembe. Igen? Ugye, és erről is ejtünk azért szót, mert hogy én elég érzékeny ember vagyok, és ti mindannyian elég érzékenyek vagytok, azt gondolom erre a témára, hogy mennyire drámai a mai világunkban az, hogyha a gyereknek lenne valamihez affinitása, lenne hozzá tehetsége, de nincs meg a szociális háttere. Tehát, hogy egyszerűen hiába szeretne az a gyerek egyetemre menni, meg orvos lenni, meg akármi lenni, nincs, aki megfinanszírozza neki azt, hogy ő ezeket a tanulmányokat elvégezze. Tehát, hogy ma már azért egészen más a helyzet, és bizony óriási tömegekről beszélünk, amikor a leszakadó rétegekről beszélünk. Tehát azért ejtsünk szót róluk is. Azon a szinten legalább, hogyha a környezetünkben van valaki, akinek van tehetsége, de a családja nem tudja, akkor segítő úton, módon terelgessük őket olyan helyzetbe, hogy később ennek a gyereknek legyen hátszele, és legyen mentora, és legyen támogatottsága. Nálunk a terápiás helyzetben van olyan helyzet, de nem mai történet már, és azt gondolom sikerről tudok beszámolni, amikor két végtelenül egyszerű embernek a gyereke kerül hozzánk egy problémával, egy kiemelkedően intelligens gyerek. Tehát olyan okos gyerek, hogy nem tudom én, amikor elkezdett csakkozni tanulni, akkor nem tudom, 3 évet végzett el 1 év alatt, elkezdett zongorázni tanulni, akkor szintén 3 évet elvégezte 1 év alatt, nem tudom. Tehát egyszerűen kielégíthetetlen volt a tudásvágya, és akkor el kellett mondjam a szülőknek, hogy nektek a legnagyobb problémátok az, hogy ennek a gyereknek akkora az intelligenciája, amihez ti nem tudtok megfelelő hátteret tenni. És akkor volt az anyukának annyi jó érzése, vagy annyi szeretete, hogy azt mondta, hogy jó Zsuzsi, akkor mondd meg, hogy hova vigyük, és mit csináljunk. És akkor legalább egy picit tudod irányítani. Tehát ha a következő embernek odaadom, így került egyébként sportra, meg így került zene közelbe ez a kisgyerek, hogy kerestük a lehetőségeket. És aztán utána már az a szakember, aki egy ilyennel találkozik, szerintem ő már aztán fogja tudni, hogy neki mi a dolga. Én legalábbis ebbe akarok bízni. Hogyha egy zenetanár talál egy ilyen gyereket, vagy találkozik egy ilyen gyerekkel, biztos nem fogja elengedni a kezét azért, mert a szülő. Tehát ki fogja találni, hogy hogyan menjen versenyre, hogyan szponzorálják, bármi legyen. De nem akarom nagyon elvinni ebbe az irányba a témát, csak hogy pályaválasztás, mint olyan, az ma már teljesen mást jelent, mint valamikor jelentett. Igen. Teljesen mást jelent. Mondjuk persze akkor sem tudom, hogy mennyire volt tiszta ez, hogy pályaválasztást, hogy ennyire pályára állás. Mondjuk egy dinasztiában könnyű volt, hát amíg beleállt az a gyerek, és nem mondta azt, hogy már pedig én színész leszek. Vagy igen, de az is egy elvárás volt. Tehát nem biztos, hogy ő ettől boldog volt, vagy neki könnyű volt, mert én ismerek olyat, aki a dinasztiában elvárásoknak tette leget, megcsinálta az orvosi egyetemet, orvosként dolgozik, de keresi az utat, hogy tudnak jönni, mert nem önmagát éli. Tehát nem önazonos. Uh-huh. Viszont megoldja. És amit te mondtál, bocs, még erre ráfolyva, hogy ilyenkor nagyon sokszor tényleg elég egy információt átadni, mert igen. A tehetséggondozás az működik. Tehát nem nekünk kell személyesen megoldani, és nem is pénzt akarunk oldulni, hanem az információ átadást. És nyilván, ha valaki megteheti, és van ilyen a környezetében, akkor pártfogója, mentorája, segítse. Bennem az is kérdés, és akkor ha ti erre tudtok valamit mondani, most ugye, hogy beszélgetünk, ez így eszembe jutott, hogy ugye a kisgyerek,
Egyik pillanatban ezt akarja, másik pillanatban egyik pillanatban furulyázni akar, következő nap karateedzésre akar menni, a harmadik nap meg nem tudom kosorozni, aztán könyvet ír, nem tudom micsoda. De ez jó, nem? Ez nagyon jó, csak ugye a szülőben azért mégiscsak az van, hogy, tehát, hogy mi a jobb szülői magatartás, és itt megint egy ilyen kérdés bennem, hogy azt mondani, hogy a gyerekem egy hónapig jár úszásedzésre, aztán addakibár nincs kedve, akkor nem kell, édes fiam jár úszásedzésre, de ő inkább akkor csellózni akar, akkor menjél, és akkor másfél hónap után akkor csellózik, meg nem tudom, miket csinál, és utána megint azt mondja, hogy ja, ezt mégsem, akkor inkább ő rajzolni akar. Tehát, hogy vajon az a jobb szülői magatartás, aki azt mondja, hogy hát akkor menjen csak másfél hónapig, meg egy hónapig, mert hogy próbáld ki az életet, vagy azt mondani neki, hogy akkor, ha erre beálltál, akkor járd ezt az utat x ideig. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez sem egy könnyű feladat, mondjuk, ezt megint ti látjátok talán jobban, hogy szülőnek mi a jobb, hogy azt mondani, hogy édesfiam, elkezdtük, egy évig legalább végigcsináljuk, azt majd utána eldől, vagy azt mondod, hogy jó, hát ezt nem, akkor veszem, vagy akkor csináljunk mást. Gyereke válogatja. Van olyan gyerek, aki nagyon-nagyon sok mindenben tehetséges, és nagyon-nagyon sok minden érdekli. De hogy az igazán neki való, vagy nem neki való, ez a puding próbálja az evés, kipróbálja és rájön. Az a nagyon fontos, hogy azt kell tudnunk, hogyha a gyerek ezt kétszer-háromszor különböző szintereken eljátsza, akkor megfigyelni, hogy miért van az, hogy a gyerek ilyen gyorsan feladja. Tehát, hogy tényleg az van, hogy ez nem az ő asztala, vagy ez tőle túl nagy elvárás, vagy arról van szó, hogy egyszerűen a gyerek kudarckerülő lesz, vagy arról van szó, hogy nincsen monotónia tűrése, vagy arról van szó, hogy kapcsolódási nehézségei vannak, vagy kommunikációs nehézség, vagy bármilyen a személyiség struktúrának bármelyik területe lehet olyan, ami alul működik, és az aztán vándoroltatja egyik helyzetből a másikba, mert ő szeretne integrálódni, ő szeretne kapcsolódni, ő szeretne valahol biztonságot tudni, és egy csapatnak a része lenni, de valahol ő benne még nem alakultak ki ezek a dolgok. Tehát azért mondom, hogy gyereke válogatja, mert ha van egy olyan kisgyerek, akiről az előbb beszéltem, hogy brilliáns, és ő simán megcsinálhatja azt, hogy 3 évig sakkol, és azt, sakkozik, és utána azt mondja egy versenyen a tanárnak, hogy mennyit 2 órát kell várni, akkor én hazamentem, szevasztok. Annyira nem izgat a sakk. Tehát a másik 5 dologba is tudok nagyon-nagyon színvonalas dolgot letenni az asztalra. Tehát azért mondom, hogy gyereke válogatja, mert ha ezt a gyerek azért teszi, mert a személyiségében nem alakult ki a küzdeni képesség, mert nem alakult ki az, hogy ő kitartó legyen, mert nem, akkor a családnak kell azt mondani, hogy igen, egy évig elkezdted, egy évig végigcsinálod. Mert ez csak a... Akkor azt gondolom, hogy itt van az a pont, amikor lehet, hogy egy szülőiskolát kellene nyitni. Hanem biztos, ezt biztos. Én 30 éve mondom. Igen, abszolút. Egyébként én az a típusú szülő voltam, most már ugye nem, mert nagyok a gyerekeim, de amikor kicsik voltak, hogy én kínáltam meg őket mindennel. Tehát én elvittem úszni, lovagolni, teniszezni, népi táncolni, balettozni, mivel ugye lányaim vannak, ritmikus sportgimnasztikázni, és elétettem azt a bizonyos tálat, hogy válasz, és megnéztük. De nem úgy vittem el, hogy elkezdt és abba hagyta, hanem megnéztük. Tetszik-e, szeretnéd-e? És ha igen, akkor azért én azt gondoltam, hogy valamihez kötjük. Tehát én ezt is keretbe tettem. Azt mondtam, hogy jó, de akkor mondjuk ez 3 hónapig tart most ez a valami, akkor ezt végigcsináljuk. És akkor vállalod, hogy minden szombat délelőtt, szerdán iskola után, nem tudom én, megyünk, és ha esik, ha fúj, mi megyünk. És például nálunk egyébként a lovaglás volt, a befutó és a ritmikus sportgimnasztika mindegyik a másik lányomnál. A tanulásban pedig ugyanez, hogy ott is megkínáltam a zenével. Tehát én az a típusú szülő vagyok, aki azt mondja, hogy valamilyen mozgásforma, ez lehet tánc vagy sport, valamilyen zene tanulás, mert szerintem zene nagyon fontos, és nyelvtanulás. És ezt a 3-at nem volt kötelező együtt vinni, tehát nem sajtoltam a gyerekeimet, de motiváltam őket, és inspiráltam őket, és tereltem őket afelé, hogy ezekben valamennyire legyenek otthon, és a nyelvtanulás viszont az egyértelműen azt egy idő után, ha tetszett, ha nem, kötelezővé tettem, mert hogy világpolgára akartam őket nevelni, és nem szerettem volna azt, hogy elmennek külföldre, és már bocsánat, maki nyelven makogva sem tudják magukat megértetni. Tehát, hogy ma már a 21. században ez szerintem, hogy legalább egy nyelvet az anyanyelvemen kívül beszélek, az alap.
az egy alapszükséglet. És mivel én így gondolkoztam, én ezek felé tereltem őket, de azt nem mondtam meg, hogy mivé kell válnia, milyen szakmát kell tanulni, mi a cool, mi a menő, miből tudsz jól keresni. Tudják ők már kamaszként egyébként, hogy mi az, ami oké, mi az, ami menő, mivel lehet sokat keresni. Tisztában vannak az egzisztenciális tényezőkkel is, abszolút. Tehát én nem csak az enyémek, hanem látom a többieknél akkor is. Ebben az esetben picit hadd legyek az ördög ügyvédje, akkor legyen. Ebben az esetben gyakorlatilag a szülőnek az a dolga, hogy finanszírozza a gyerek a kibontakozását? Konkrétan igen. Az tehát, a dolga, semmi más nincs, hogy iránt adjon, segítsen, valami biztonságot adjon. Mert most nekem az jön le ebből, hogy legyen hát világpolgár, találja meg magát. Nem, hát nyelvet kellett tanulni, tehát az kötelezővé tettem. Csak hogy hol van a szülőségnek a felelőssége? A szülőségnek az a felelőssége, hogy a szülő az életből a lehető legtöbb mindent mutassa meg így a gyerekének. Kínálja. Az, hogy neked arra van pénzed, hogy magántanárt fogadsz mellé, és úgy tanul angolt, vagy ma már az internet csodája minden családba szinte ott van, ott fog angol tanulni, vagy bármi más módon, az egy másik kérdés. Neked lehet ilyen elvárásod. De én sokkal-sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a világból minél több mindent tanuljon ez a gyerek meg, és minél több mindenre legyen rálátása, és a személyisége tudjon kialakulni és kibontakozni. Tehát váljon önálló, önszervező, időmenedzsmentben rendben levő emberré, váljon olyan emberré, aki tisztességes, aki tisztelettudó, aki tudja az akaratát érvényesíteni. Ez nagyon szép kép. Tehát, hogy felnőttet neveljünk, és ez a legfontosabb, én azt gondolom, ezt én nagyon sokszor elmondom a szülőknek, hogy te most azt hiszed, hogy azzal a 3 évessel vitatkozol, de nem, te az unokáid anyjával vitatkozol most éppen. Tehát azért úgy lásd, hogyha ő felnő, ő fogja nevelni a te unokádat. Tehát, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy most milyen értékeket adok oda neki, és milyen értékek felé terelgetem a gyereket. Ugye, ha túlgondozom, akkor eleve mindig készen fogja várni a sorstól azt, hogy majd őt megoldják, és megkapja mindent, amire ő neki szüksége van. Tehát, hogy értitek? Hogy olyan emberré váljon, aki bármilyen élethelyzetben megállja magát. Hogy ő mitől lesz boldog? Attól, hogy magasan van, vagy mélyen van, vagy nagy tere van neki, vagy kis irodája van neki, vagy sokan vannak körülötte, vagy kevesen vannak, vagy gyerekek között, vagy tök mindegy. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy ő, ha felnőtt, akkor felnőttként tudatosan úgy élje az életét, úgy szervezze meg a mindennapjait, úgy tagozódjon be a társadalomba, hogy ő otthon érezze magát ebbe a világba. Én ezt tudom. Ennek alapnak kellene lenni, abszolút. Igen, alapnak. Igen. Hát ez már maga a boldogság. Igen. Hogyha ez megvan, akkor az már maga a boldogság. Tehát tulajdonképpen ugye elhangzott az, hogy arra, hogy mi lesz 20 év múlva, vagy milyen lesz a világ, nem tudjuk felkészíteni ezt a gyereket, de amit most keressük, az út, amire fel kell készítenünk egy gyereket. Mert valamire csak fel kell készítenünk, ha nem is a pályájára, mert hogy ez majd hozza az élet, vagy saját tehát, maga. Tehát, hogy emberré váljon. Hogy emberré váljon, arra kell felkészíteni. És hogy muníciói legyenek, mert ezek a muníciók, hát amiket felsoroltál. Se talán, hogy meglássa, hogy mi az, ami neki való pálya, és akkor itt jön megint az önismeret, illetve a gyereknek a tulajdonságait és a saját készségeit lássa. Ne legyen az, hogy mondjuk elmegy a haverokkal, mert a haverok is oda járnak, és akkor megyek én is abba a suliba, mert oda megy a barátom, vagy a szerelem, ugye hányszor viszi el a tínédzser szerelem a fiúkat, lányokat, oda megyek, és csak ez visz, és ott jövök rá, hogy fű, de nem vagyok jó helyen. De ez kikerül, hát, tehát most én megint azt ez mondom, is az hogy, élet része, hogy ezt látom mondjuk kisiskolásoknál, hogy a Józsika azért megy abba az általános iskolába, mert a legjobb barátja, a Marci abba az iskolába ment. És a szülő azt mondja, hogy hát a gyerek akkor jól érzi magát, meg biztonságban van, meg nem tudom, és nem azt nézi, milyen az iskola, hanem hogy a gyerekem ott jól érezze magát. Tehát, hogy van azért egy ilyen mozgás is ebben a témában. Én is találkoztam olyan anyukával, aki azt mondta, hogy menjen most a gyerekem iskolába, mert a csoporttársai is mennek. Hát mondom, nem. Ez a gyerek még éretlen, a többiek érettek, ők mehetnek. Jó, de hát akkor úgy gyerekeket kell megismernie. Tehát ha már a szülőbe benne van ez az aggály, ez a féltés, ez az aggódás, akkor miért csodálkozunk azon, hogy a gyerek is konformista módon azt fogja mondani, hogy ja, téged ismerek, te oda, ezt menjünk együtt. Tehát, hogy így... Hát erre van kondicionálva eleve, hiszen a szülőkkel ezt hallja. Azt gondolom, hogy ezek a választásokban is azért benne van a saját korosztálynak, tehát hogy annak a csapatnak, vagy csoportnak
a gondolkodás. És tehát ez egy dolog, hogy a szülő mit próbál mutatni a gyereknek, de a kortárs csoportban, hogy mi a trendi, meg mi az az irány, mifelé mozdulnak a barátok, ismerősök, azért azt hiszem, hogy az is erős hatással van mondjuk egy fiatalnak a döntésére, hogy ez most jó vagy nem jó, hülyeség vagy nem hülyeség, hogy te ebbe az irányba mész vagy nem mész. És úgy gondolom, hogy ezzel a témával még nem végeztünk olyannyira, hogy Zsuzsiba éppen folytottam bele a szót. Adunk még egy műsor lehetőséget, hiszen a pályaválasztás az egy fontos dolog, bár egyre inkább úgy érzem, hogy ez a kifejezés, hogy pályaválasztás okafogyottá kezd válni a mai világban. Meg fogjuk fejteni ezt is. Én nagyon szépen köszönöm nektek, Pap Csillának, Tónyai Gábornak és Fekete Cseri Zsuzsának, hogy itt voltak velünk, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!